A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai adásban megnézzük, hogyan zajlott az Éneklői Fiúság hangversenye, valamint ajánlunk Önöknek egy különleges rendezvényt a hétvégére. Tartsanak velünk! Gyermekdallal telt meg a Malom utcai táncház még áprilisban. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében idén 11 kórus mérhette összetudását az Éneklői Fiúság hangversenyén. Éppen 90 éve, 1934 óta létezik az Éneklői Fiúság mozgalom, melynek keretében az elmúlt évtizedekben országszerte számos kórus mutatkozhatott be. Az egyik legnagyobb, sok énekelni szerető fiatalt megmozgató zenei rendezvény hangversenyeit a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, KÓTA szervezi. A felhívásra ebben az évben Fejérből 8 iskola, 11 kórusa és énekegyüttese jelentkezett. Ezt a versenyt minden évben meghirdetjük, már a tavasz elején, de ha úgy tetszik, már tél végén, és egész megyéből, vármegyéből várjuk az iskolákat. Idén is érkezik például Rácalmásról, Fehérvárcsurgóló és Gárdonyból is kórus és énekegyüttes, úgyhogy nagyon örülünk, hogy most már nem csak székesfehérvári iskolákból érkeznek kórusok és énekegyüttesek, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy vármegyei hangverseny tulajdonképpen. A kórusokat három fő zsűri, Farnadi Tamara énekzenepedagógus karvezető, Haui Lóránt énekzenepedagógus, a Győri Bartók gyermekkar karnagya, és Uherecki Eszter énekzenepedagógus, Artisziusz díjas karnagy minősítette. A zsűri nem csak értékelte, de javaslatokkal is segítette a karnagyok munkáját. Nagyon szerencsém van, hogy már nem először jöhetek Fehérvárra zsűrizni. Most ezúttal két győri kollégámmal együtt, Farnadi Tamarával és Haui Lóránttal együtt ülünk a zsűriben. Mindig nagy öröm Fehérvárra jönni, hiszen itt van bőven hagyománya és igen magas színvonal a kórus életnek. Egy ilyen esős napon, mint a mai, azt gondolom, hogy mással nem is lehetne jobban feldobni a lelkünket és a szívünket, mint hogy a gyerekeket hallgatjuk, és tudjuk, hogy manapság a művészeti nevelés, a művészetpedagógia eléggé mostoha sorsban van, ennél szebbet nem is tehetnénk, mint hogy a szívet, lelket építjük. Mi igyekszünk mindig a szakmai szempontokat előre helyezni, persze minden más is nagyon fontos, a külseje, az óraszáma, és főleg a választott művek, ebben igyekszünk, ezért is van igazán szükség szakmai zsűrire talán, hogy ebben igyekezzünk, ha van, akkor okos meglátásokkal segíteni a munkát. A közös éneknek közösségteremtő ereje van, ami az egyre inkább elszemélytelenedő világban nagyon fontos. Ezt már Lerner Zsolt alpolgármester mondta híradónknak, aki személyes élményeit elevenítette fel.
Ki személyes élményem nekem is, hogy mind az általános iskolában, mint a középiskolában én kórustag voltam, és ez a közös éneklésnek az élménye, és ennek az élménynek az átadása egyrészt a kórusvezetőktől az énekkar felé, az énekkari tagok felől pedig a közönség felé. Hát ez egy hihetetlen, nagyon-nagyon jó élmény, és egy közösségteremtő ereje van. A borongós szerdai délelőttön a kórusok elkápráztatták énekeikkel a szép számú közönséget. Különleges eseményt rendeznek májusban Öreghegyen a közösségi házban. Most itt van velem a stúdióban az eseménynek az egyik főszervezője, Nagy Dóra, a stylist. Köszöntelek. Én is, szia! Akkor ismertessük egy kicsit a nézőkkel ezt az eseményt, illetve hogy honnan jött ennek az ötlete? Hát ez egy nagyon izgalmas esemény. Én is izgulok, mert most szervezek ilyet először. Céges rendezvényeken már hosszú évek óta, egészen pontosan 6 éve foglalkozom ilyenekkel viszonylagos rendszerességgel. A lényege az az, amit szerintem mindenki ismer, még ha nem is ilyen néven, ez egy makeover show, ami azt jelenti, hogy jellemzően tévében látunk ilyeneket tévéműsorokban, amikor bemegy egy hölgy egy bizonyos kinézettel, és teljesen átalakul jó értelemben véve, kihozzák belőle a maximumot, a legjobbat, új frizura, új smink, és itt az eseményen is választhat magának ruhát, amit felpróbálhat, aztán természetesen akár meg is veheti magának, de hogy egy ilyen komplett átalakítás ennek a lényege. És ugye mondtad, hogy nem csak itt, ez lesz az első Fehérváron, hogyha jól tudom, de nem csak itt csinálsz ilyeneket, hogy milyen eredménnyel szoktak ezek zárulni, mi a tapasztalat ezeken a rendezvényeken? Pont azért is kaptam kedvet hozzá, hogy én magam is megszervezzek egy olyan eseményt, amire úgymond bárki eljöhet, tehát nyilván van egy belépő díj, de teljesen nyitott, tehát bárki el tud jönni, csatlakozni, részt venni benne, pont azért, mert a céges rendezvényeken óriási sikerrel szokott zajlani, nagyon-nagyon szeretik a hölgyek, nagyon-nagy örömet szoktunk vele okozni, hosszú sorok állnak hozzánk, a tinédzserektől egészen a 60-as korosztályig, és nagyon jó kedvű az egész, tehát egy nagyon, nagyon pozitív, támogató hangulatban zajlik az egész, és nagyon-nagyon szeretik tényleg, és ezért is gondoltam, hogy akkor ne csak ilyen formában lehessen elérhető az adott cégnek, az adott dolgozói, illetve hozzátartozói számára, hanem tényleg bárkinek, mindenkinek. Ugye mondtad, hogy átváltoztatja a hölgyeket, és hogy jó irányban jó esetben. Az eseményen hogy fog ez zajlani? Kik segítenek majd neked? Nagyon-nagyon jó kis komplett bevált csapatom van erre, akikkel a céges eseményekre szoktunk menni, évek óta dolgozok velük. A fodrászok egyébként a székesfehérvári Royal Hairből vannak egészen pontosan. Nagyon aranyosak a lányok, tehát ami nálam nagyon fontos, hogy amellett, hogy profi legyen valaki, amellett nagyon fontos a kedvesség, kedves és pozitív személyiség, és azért az is, hogy nyilván önmagában is, hogy hitelesen képviselje az egészet, egy csinos, jó megjelenésű igényes emberekről van szó, illetve csapattársaimról, úgy mondhatom. A sminkesek különböző területekről jöttek, illetve nem is területekről, hanem különböző szabadúszók jellemzően, de tévékben szoktak, magazinoknál sminkelni, ők is szerintem több mint 10 éve dolgoznak már. Most konkrét neveket szerintem nem biztos, hogy mondhatok. A fotós például az egyik nagynevű női divatmagazinnál szokott fotózni, úgyhogy tényleg így azt gondolom, hogy akik a legjobbak a szakmájukban, vagy a legjobbak közt vannak, plusz személyiségben is kifejezetten kedvesek, szimpatikusak, belőlük áll össze a csapat. Mi az, amit megnéztek ilyenkor a hölgyeken, hogy választjátok ki az ő stílusát, hogy csináljátok meg a haját, ilyenekre gondolok most? Ez első körben egyébként szerintem egy borzasztó jó élmény az adott hölgynek, de erősen gondolkodok egyébként egy olyanban, hogy mennék tovább, és ráépítenék egy olyan programot, úgymond, amikor tényleg személyre szabott, és teljesen egyéni, és reggeltől estig úgymond csak ő vele egy személlyel foglalkozunk. Tehát itt, amit fogunk csinálni, az az, hogy kap egy sminket,
kap egy frizurát, és én, mint stylist, javasolok neki testalkat, színtípus, személyiség alapján ruhát, és hozok egyébként rengeteg ruhát is. Tehát azért lesz komplett az átalakítás, mert hogy egy spanyol fal mögött fel fogja venni ezt a ruhát, és csak a komplett átalakítás után látja magát. Úgyhogy ez az utóbbi években vittem bele ezt a kis ilyen drámai fordulatot, hogy egészen addig nem is látja magát az adott hölgy, úgyhogy tényleg teljesen átvarázsoljuk, úgymond, és amikor lerántjuk szó szerint a leplet a tükörről, akkor van egy igencsak sikeres ilyen váó vagy aha érzés. Úgyhogy ez egy ilyen belekóstolás ebbe. Tehát kihozzuk belőle a legjobbat, viszont én nagyon szeretnék csinálni erre ráépítve egy olyan programot is, amikor nem csoportosan és nem egymás után váltva következnek a hölgyek, hanem nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha jönnének majd arra is hozzám, amikor már viszont meg lehet valósítani azt, hogy úgy kap frizurát, hogy hajfestéssel, hajvágással. A sminket meg is tanítjuk neki, hogy hogy kell, és aztán pedig a ruhák tekintetében is nem csak abból választhat, ami ott van, hanem egy plázába például elmegyünk, és akkor tényleg akár egy gardróbot be tud vásárolni. Tehát itt ugye, mivel ez egy adott helyszínen lesz, én is stylistként akármennyire is készülök rá, hogy mindenfajta embertípusnak hozok ruhát, nyilván korlátoltak. Ugyanígy a smink, ugyanígy a haj. Viszont már ez önmagában szerintem egy nagyon-nagyon erős kezdőlökés szerintem. Tehát egy nagyon jó élmény, egy nagyon erős kezdőlökés, és tényleg ez a váó érzés, hogy úristen, így is ki tudok nézni, hogyha ezt valaki megmutatja, hogy mi az, ami jól áll. De mondom, hosszú távon én úgy tervezem, hogy szerintem akkor igazán hatékony, ha majd erre rá tudok építeni ilyen egésznapos programot. Egyébként ilyenkor teljesen rátok van bízva az illető, vagy vannak neki konkrét elképzelései, hogy mi az, amit szeretne? Én úgy szeretem, hogyha rám van bízva. Tehát, hogy akkor nyilván abban már benne van a szakmai tisztelet, érted? Uh-huh. Tehát, hogyha én úgy döntök, hogy valakihez elmegyek, akkor arra érdemes hallgatni. Tehát vagy nem menjek el szerintem valakihez, vagy ha elmegyek, akkor bízzak is meg benne. Úgyhogy ezt abszolút nagyon fontos nyilván jól kommunikálni, tehát hogy én is, hogyha csak a személyi stylingról beszélek, eljön hozzám egy vendég, soha nem erőszakoskodok, vagy beszélek rá valami olyanra, vagy beszélem rá, amit ő nem akar, tehát ilyenről szó sincsen. Viszont mivel mi jók vagyunk a szakmánkban, és tudjuk, hogy mi áll jól az embereknek, ezért hát igen, csak érdemes ránk hallgatni. Mindig szoktam azért kicsit így stylistként rugalmasan kezelni, tehát nem ilyen nagyon mereven, hogy ma már pedig mindenképpen csak ez és semmi más. Én szeretek együttműködőbben, de azért nagyrészt nyilván az adott szakember irányít. Úgyhogy szerintem a sminkesek és a fodrászok, ők teljesen ki tudják élni a saját maguk, hogy is mondjam, szakmai beállítódását, tehát ott abba kevésbé szokta szerintem beleszólni a hölgyek, én úgy tapasztalom, mert ott nem is látják tényleg magukat, ott csak érzik, hogy valami történik, viszont ugye már a ruhákat látják, az egy kicsit más ilyen szempontból, de mondom, én azt nagyon szeretem, hogyha rám bízzák, mert általában mindenki a megszokásainak a rabja, és amit ő választ, az nem biztos, hogy az a legjobb neki, és pont akkor lesz meg ez a váó élmény, hogyha ránk bízza magát. Igen, és egyébként a hétköznapokban érkeztek el hozzád visszajelzések, hogy igen, sikerült megtalálni a stílusom, amit te tanácsoltál. Volt erre példa? Volt, hála az égnek, nagyon sok. Egyébként például az Instagramomon van is egy ilyen kis sztori, vagy mappa, vagy hogy is hívják pontosan, ahol összegyűjtöttem ezeket a válasz e-maileket, ezeket a leveleket, amiket kaptam. Most bevallom őszintén, hogy kisfiam születése után kevésbé volt ezzel időm foglalkozni, de korábban rendszeresen ezt mindig kiposztoltam, mert tényleg egyszerűen ez a legjobb érzés is, meg reklám is. Tehát amikor ott van valaki, és leírja az élményét, hogy vesz arra fára, időt, energiát, hogy megírja, hogy mi a véleménye, akkor tényleg az a legszuperebb szerintem, úgyhogy nagyon sok ilyen levelet kaptam, meg szoktam őket kérni jellemzően a vendégeimet, hogy értékeljenek Facebookon például, és akkor az is már teljesen jó pár mondatban, ott is olvasható, jó néhány ilyen
visszajelzés. Úgyhogy igen, igen, mondom, ezt alapvetően nagyon szeretik, és szerintem tényleg azt gondolom, hogy sokat számít az egyrészt a színvonal. Tehát, hogy én azt látom, hogy vannak ilyen jellegű próbálkozások, de azért az az igazán színvonalas, minőségi szint, az szerintem jellemzően hiányzik. És én ezen szeretnék változtatni, és abszolút az a cél hosszú távon, amúgy, hogy nem csak Székesfehérvár, hanem én tervezek egy ilyen úgymond vidéki roadshow-t, tehát az ilyen megyei nagy székhelyeken, megyei nagyvárosokban, én szeretnék ezzel tovább menni, úgyhogy most ez egy ilyen főpróba is, mindent beleadok, és 100%, de nyilván kíváncsian várom én is, hogy most akkor mi az, amire inkább van igény, vagy például melyik reklám jön be jobban, hol érdemes hirdetni, stb. De szerintem egy nagyon, nagyon jó indulás, meg hát nyilván eredetileg székesfehérváriként idehúz a szívem, szóval hazai pályán vagyok. Itt azért szerencsére az ismerősök is sokan mondták, hogy megosztják, hirdetik, stb. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, és remélem, hogy sokan eljönnek. Szerintem nagyon, tehát egyrészt nagyon mondom, nagyon sokat számít az, hogy ez tényleg egy nagyon színvonalas dolog. Mm-hmm. Nagyon, most mondanék neveket, hogyha lehetne, de nem mondok nyilván ilyen márkaneveket, meg magazin, meg cégek, hogy kikkel működök együtt. A szalont azt mondtam, az nyilván Fehérváron az egyik legjobb, és hasonlóan profi szakemberek a sminkesek is, és a fotós is. Úgyhogy szerintem ez már egy lényeges vonása. Másrészt meg tényleg az, hogy egy ilyen nagyon inspiráló, támogató, pozitív női környezetet szeretnék megteremteni. Nagyjából itt tudom összefoglalni. Igen, valóban egyébként a nőkre vonatkozik ezen a nagy átalakítás, de a férfiak, nyilván rájuk a smink annyira nem igaz, de hogy a ruha tekintetében megkeresnek-e téged? Abszolút, igen, és egyre többen. Úgyhogy én annak nagyon-nagyon örülök, sőt, ahogy először kitettem ezt az eseményt social médián, már rögtön írt rám egy férfi, hogy ilyen mikor lesz férfiaknak. Én erre még nem gondoltam, de végül is elgondolkodtató, hogy lehet egy ilyen verziót, ott igen, ott a hajsmink már kiesik, de öltözködésben azért ott, tehát hogy itt is, ennél az eseménynél is délelőtt egyébként előadások lesznek, mert hogy nagyon szeretném ugye a legalapvetőbb dolgokat is helyre tenni, akár a fehér nemüket. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszor látom azt, hogy azon bukik a dolog, hogy például nem jó fehér neműt vesz fel a férfi vagy a nő az adott ruhadarabjához. Nyilván a nőknél nagyobb a választási lehetőség, ebből adódóan nagyobb a hiba lehetőség is, de hogy a férfiaknál is például jellemző ilyen, hogy így harmonikázik a nadrágnak az alja, és ilyen trottyos lesz a hatása. És egyébként tök jó lenne az a nadrág, csak nem szán arra időt meg energiát, egy kicsit személyre szabja, átvigye egy varrónőhöz és magára formálja. És nagyon sok ilyen kis apró buktató van, ezek az ilyen kis pici stílus bakik, vagy pont, hogy jó értelmem stílus, tehát megoldások erre, hogy mire érdemes figyelni. Ez igazából nőknél, meg férfiaknál is érdemes sok mindent így helyre tenni, vezetni őket, segíteni, és aztán pedig konkrétan akkor személyre szabottan gardróbot rendezni, és közösen bevásárolni. Ha már akkor mondtad ezeket az előadásokat, mi minden várható még? Milyen előadások emellett? Pontosan az, amilyen átalakításban részt is vesz az ember. Délelőtt lesz három fő előadás. Az egyik én fogok kezdeni stylistként, öltözködési stílus alapok, és a fodrásztal meg a sminkessel most végül is úgy egyeztem meg, mert azt látom, hogy azért így kiállni és előadást tartani, ez azért nem mindenkinek megy. Nekem ezzel nincsen problémám, sőt, én nagyon szeretem csinálni, pláne interaktív módon, tehát amikor közben kérdezgetnek is, és kicsit beszélgetünk. De fodrászból és sminkesből olyan lányjal sikerült beszélnem, aki viszont csak beszélgetni szeretne. Úgyhogy ott úgymond a beszélgetésnek a koordinátora vagy a kérdező leszek, és akkor ami a legalapabb, tehát hogy hányszor érdemes hajat mosni, milyen kefét használjunk szárításnál, milyen szerekre van szükség. Tehát így tényleg az, hogy mert annyira, főleg az utóbbi időben vagyok erre teljesen így ráflesselve, úgymond, hogy ezen gondolkodok sokat, hogy olyan információ áradat van,
és nagyon sok a félrevezető információ, hogy tényleg ki az, vagy mi az a fórum, ahol úgy egyértelműen megmondják, és nem reklám miatt tudod, hogy de most igen, tényleg ez az, ami jó neked. Ilyen apróság például, ez lehet, hogy csak az én beakadásom, de hogy ugye Olaszországban abszolút alapvető dolog, hogy a kávé mellé mindig egy kis vizet adnak. Uh-huh. És szerintem például ezt nagyon sok ember nem tudja, hogy ez miért van. Ugyebár az nem csak azért, mert hogy megkívánod a vizet általában a kávé után, hanem azért, hogy leöblögesd a fogadról, és fehér maradjon. És tehát, hogy ez ilyen, szerintem ilyen, tudod, ilyen nekik alapvető dolog, de nekünk nem. És akkor belegondolsz, és tényleg, hogy ez igen. Igen, tehát, hogy ez tök sokat számít, hogy mondjuk nem sárgul meg az évek folyamán az embernek a foga, hanem leöblítjük róla ott rögtön a kávét, és már szép fehérek maradnak a fogaink. És ilyen, szerintem rengeteg ilyen apróság van, akkor egy jó sminkesek esetében, hogy hogyan válasszuk ki a jó alapozót. Hát azon óriási jó túlzás, nyilván nem egetrengető, nem ezzel fogjuk megmenteni a világot, de hogy egy megjelenésben nagyon sok múlik azon, tudod, hogy a megfelelő árnyalatot eltaláljuk, és ne az legyen, hogy felkenjük az alapozót, itt a nyakunknál meg már tök más a szín. Tehát, hogy ilyen, akkor a szemöldök, hogy meddig tartson, stb. Tehát, hogy ez ilyen legalapvetőbb dolgokat szeretném így tisztába tenni, és aztán egy ebédszünet után pedig következik maga az átalakítás. Még akkor a végén annyit árulj el, hogy kivehet el az eseményre, illetve mikor és hol lesz pontosan, hogyan van mód eljutni. Jó, az Öreghegyi Közösségi Házban lesz ez egészen pontosan, május 11-én szombaton, 10 órakor kezdődik, 10-től 13 óráig lesznek az előadások, 13 órától 14 óráig lesz az ebédszünet, akkor mi is kicsit átállunk, meg felfrissülünk, így a szakemberek, és 14 órától 19 óráig, tehát egy 5 órás intervallumban lesz maga az átalakítás. A szakemberek száma az attól függ, hogy hányan jelentkeznek, tehát ez tök jó, mert tudom rugalmasan alakítani. Fotós és én, mint stylist fixen ott leszünk, és még remélem, hogy egyre több, vagy minél több sminkes és fodrász. A belépő díj az 35 000 forint, ezért egy nagyon komplett csomagot kapnak. Mm. Tehát ez kétségtelen, hogy egy magasabb árkategória, mint egy átlagos rendezvényi, viszont nagyon, nagyon sokat ad tényleg. Tehát igazából, ha csak belegondolunk, hogy egy frizura készítés, egy smink, ha elmész egy ilyen alkalmi sminkre például, vagy akár egy ilyen személyes tanácsadás mennyibe kerül, akkor valójában ez egy nagyon-nagyon kedvező ár, én azt gondolom. És egy egésznapos program, előadás és átalakítás, fotózás, tehát megkapod a fotót, az előtte-utána fotókat, úgyhogy nagyon sokszor tapasztalom, hogy ezt rögtön be is állítják profilképnek, mert hogy kevés embernek van lehetősége, hogy eljusson egy fotózásra, bár ma már egyre többnek, de hogy tényleg ilyen nagyon jó kép készüljön róla, úgyhogy ez nagyon kerek csomag, és igazából tényleg ennyit kell róla tudni, várunk szeretettel rá mindenkit. Sok sikert kívánok neked ehhez a rendezvénynek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.